közbiztonsághoz kapcsolódó számok, tehát bűncselekmények számok tekintetében nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy vannak rejtett bűncselekmény mennyiségek, most nagyon-nagyon csúnyán fogalmazva, amelyeket vizsgálni kell, és erre vannak megfelelő szakértők és intézetek. Igazán, ha jól tudom, 2003 vagy 2004-ben volt utoljára ilyen látencia vizsgálat. Tehát itt arról beszélünk, hogy történik egy bűncselekmény, de valaki nem tesz feljelentést. Nem tesz feljelentést, vagy vannak olyan bűncselekmény típusok, amelyek jó része abszolút nem látható, mondjuk uzsorás bűncselekményekről, hogyha beszélünk. Ilyen szempontból én ezért nem is állnék bele rögtön ebbe a számháborúba. Tehát, hogy most mi sok, mi kevés, tehát míg ezek az alapvizsgálatok nincsenek meg, én azt gondolom, hogy nem lehet precízen és jól beszélni ezekről a dolgokról. Azt látni kell, hogy a közbiztonság igenis romlott Magyarországon. Tehát, és itt jön ez a számháborús történet, amiben persze adatokkal vitatkoznak, és mindenki számokról beszél, miközben az emberek pontosan érzik azt, hogy történnek bűncselekmények, hogy igenis változott az országnak, gazdasági szempontból, nehézségek oldaláról a mindennapi helyzet, és ez automatikusan hozza a bűnözés növekedését. Tehát objektív dolgokkal szembe menni, és azt mondani, hogy egyébként ezek a számok azt mutatják, hogy azok az objektív törvényszerűségek, amelyek a világ minden részén vannak és működnek, magyarán, hogy gazdasági válság esetén nő a bűnözés. Ez egy nagyon-nagyon furcsa megközelítés, és én azt gondolom, hogy a számokban itt hiányolom ezt a fajta látencia vizsgálatot, mert rögtön láthatnánk akkor, hogy ezek a számok nem passzolnak. Nyilván ez egy kellemetlen kérdés. Tehát az, hogy ma Magyarországon a közbiztonsággal nagyon komolyan foglalkozni kell, ez két-három dologból adódik. Biztonsági probléma van mindenhol. Létbiztonság, közbiztonság, jogbiztonság. Igazán ez az egész társadalom problémáit én azt gondolom, hogy lefedi. És hát ilyen szempontból ennek egy nagyon-nagyon komoly irányító szervezete, egyfajta letéteményese a belügyminisztérium, ahol, ahogy előbb mondtam, az önkormányzathoz kapcsolódó minden lecsapódik. Valahogyan ez a közbiztonság van elsősorban kiemelve. Azt látom, hogy annak ellenére, hogy vannak eredmények, nagyon komoly lépéseket nem tett meg ez a kormányzat. Egyrészt ezzel a döntéssel, hogy egy ilyen csúcsszervezetet hoztak létre, továbbra is megmaradt, és hogyha csak a rendőrséget vizsgáljuk, ez a régi 18.-19. századi megyerendszer. A megyerendszer felett igenis eljárt az idő. Az, hogy nem bűnügyi fertőzöttség alapján történik a rendőrség szervezése, most mondok egy konkrét példát. Megye szinten, tehát miközben mondjuk a 6., 7., 8. kerületben a bűncselekmények száma megközelíti, vagy nagyobb, mint egy kisebb megyének a bűncselekmény számait. Itt kerületi kapitányságokról beszélünk, ott megyei főkapitányságról beszélünk. Tehát alapdolog, és a világban ez úgy működik, hogy mindig bűnügyi fertőzöttség alapján szervezik ezeket a feladatokat. Tehát csoportosítom át az erőjének. Így van, és hát ilyen szempontból ilyen lépések is hiányoznak ebből a programból.